Nekem az volt, hogy megy a stream. Ugyebár nekem eltört a kezem, és a csukló meg a kéz között tört el a csont. Jövök vissza, Steve, relax. Meg néha szokott a hátam fájni, de hát annak megint más oka van. Nem is szokott fájni néha a hátam. De az nekem balesetem volt, ezt azért. Olyan balesetem, hogy konkrétan a hátból belém jött a autós. Rányját le. Hát az baszd meg, és ellenőrizve lett, bontott sör volt nála, szóval vagy be volt rúgva, vagy nem tudom. Csabi, amúgy elindítottam a Rocket League-et, úgyhogy itt vagyok. Istenem. Csabi, ne idegeskedj. Bejössz az jó. Mert leszopad. Baszolat. Már nagyon rég Rocket League-ettem. Remélem, téged nem zavar az, hogy nem Balkanbe játszok. Sokan megköveztek már érte. Nem izgat. Lássam ennyi. Jó, ha már nem tudok lejátszani, akkor már lássam. Ida? Egy euró hiányzott, hogy meg tudjam venni ezt a kibaszott Rocket League-et. Ezt mit csináltál? Really? Adtál valami skint? Nem, még nem vettem meg. Mondom, ez még a meg. Jó fasz csinálsz, Ida. Hallod? Csaba? Beszélni akartam, utána gondolkoztam, hogy shiftem van a izé. Csaba? Van? Magyar, igen, csak közben hallott? Koncentrálok, mert... Akkor utána mondjam, vagy mondhatod? Mondhatod közben, csak koncentrálok. Mentem fel oldalra, ami most beszart, vagy valószínűséggel szerintem, hogy 2 euróval felmegyek, mondom, biztos, hogy elbukom, nem? Nyertem, jó, sokszor buktam, de nyertem is nagy részt, és hát 2 euróból lett egy 65 eurós kés, amit elbuktam, 2 Akami 38 euró volt, meg még volt egy 12 eurós USPS Orionom. És akkor elbuktam, bazd meg, érted? Elbuktam. És ha mondom, azonnal csinálok magamnak egy trade bond, mert ugye barát azonnal ki tudod venni a skineket, ahogy akarod, mert van az 1,5-szeres, 2-szörös, 5-szörös, 10-szörös, 20-szörös szorzók. Aha. És meg van a custom item. És mindegyikre írja, hogyha 40, ha, na, 50 fölött vagy, akkor nagy eséllyel. De hogyha 50 alatt vagy, akkor ki nem, akkor nem szabad kihozni. Most hát upgrade-eli. Upgrade-eli a skint, és vagy megkapod, vagy nem. Profétű, te nem popoztál régen amúgy? Én. Aha. Hát fasz se tudja. Hashtag fasz se tudja, geci. Hát rá, azért. Bob. Bordó Varga. Aha. De melyik is? Melyik content is volt? A Lich King. Most volt egy olyan ismerős a hangból, de azt hittem. Volt egy... Lehet, hogy játszottam vele, nem tudom, geci. Volt egy sámán, aki nagyon jó sámán volt. Cement sámán volt, aztán hasonlít a hang. Ezt már sokszor mondták. Ez nem hiszem el. Hogy cement sámánra hasonlít a hangod? Nem, azt mondták, hogy én hasonlítok a barátjára, és akkor majdnem összekevert a barátjával, és akart adni egy 20 eurót skint. Mondom, én ott vagyok, haza, én ott vagyok. Azt adott nekem egy 20 eurót skint, de mondta, semmi baj, úgyis jelzik a haverja. Úgyhogy már mindig belement cségózni, meg anyám kínja. De mondom, bazd, ne adjam vissza. Nagyon pirickáljuk őket, hely. Milyen, te cségózol amúgy, kollega? Hello, sziasztok. Hát nem, csikozó. Egyáltalán nem amúgy. Szerintem. Biztos, hogy nem. Ki? Én vagy ki? Tagolj. Ha neked mondják, hogy hangtorzítós vagy streambe. Bob? Pedig na? Várom. Egy cségózol? Igen. Mi még be ezt a balfaszt? Ő nagyon szar a rankom, meg pici Silver Elite Master. Nem tudok erre mit mondani. Jó hát. Elvették a rangomat, és nem azt kaptam vissza. Rohadjon meg. Örülnék, ha Silver Elite Master lennék. Jaj. Amúgy globál vagyok. Most de van, jó, nem akarsz boostolni. Oh, skinekért bármit tudod. Meg autóért, nem? Hirdetésnek itt nincs helye. Van kis akkom, vagyis hát lesz. A gondolod. Jó van, majd jelölj be. A Csabi ismerősei közt nem vagyok. Tag Life néven, két akkom is van. Van egy kicsi, az a Supreme, meg van egy, van a mainem, az Global.
3 dislike-ot kapott az MTA Get. Úristen! Az MTA az egy romány. Hát mondjuk nem csodálkozom, amilyen módon játszok vele. Vajjá, most hogy is olyan, nem azon a szinten mondjuk, hogy izgalmas legyen. Igen, igen. Hát, még értjük. Sajnos. Mi is nevet? Fú, nem jut eszedbe a nevem. Vaj, na, nem jut eszembe a neved. Komolyan. Minek nekem elemes. Baba. Movebitch néven van fenn, nem? Akkor, ja. 16 perc offline, hát. Az lesz az. Meg vagy. Épp. Ida, még egy. És akkor... De milyen gold kapunk, Geszti? Hát olyan gold kapunk, hogy apkosz. Ott az, hogy Tag Life Playmaker? Azzal, azzal vagyok most fenn, de a másikat jelöl. Hát azt is bejelölhetem. Végül is. Mindkettőt bejelölhetem. Ezen az alkotóban szerintem semmi skin nincsen. Ott a Tag Life Silver? Aha, az a kicsi, az a Supreme. Értem. Azzal szoktam a Csabékkal is játszani. Hát akkor majd este jöhet, azt csapathatjuk. Ha gondolod. Hidi bazd meg. Be! Engem meg szarrá löknek. Értem. Fölé. Azt hidat. Ja, meg amikor így nem hang alapján, hanem magasság alapján azt hiszik, hogy 18 vagy. Vagy 17. Jól leszopatta őket Hidi bazdba. Megszopattam őket, jól mi? Mint a szar? Te egy Csabi módra. Csabi. Csabi inhurka. Ja, nem ide. Bocs, az másik. Az másik. Videós, videós volt az is. De annak több feliratkozó volt. De hát most nem a feliratkozó lényeg, hanem az, hogy... milyen neve? Élvezd, hogy videózol. Szerintem legalábbis. Ja, mondjuk kinek mi a feliratkozó... Nem, milyen neve? Feliratkozó szám. Mert valakinek a 10, valakinek meg az 5 millió. Ha. Népszida. És akkor megint streamelsz? Persze, streamel az... Már megy már mióta? Csak neked, csak most. Csak neked beindította, hogy láss kivel van dolga. Na, vaj, akkor fel kell itt YouTube-éra. Mert miért? Ne! Csak minél több szívem legyen azért. Soha nem. Hideg. Kurva. Virázott. Na. Na ne. Ilyen buzik volt. Téktám ki. Na, hogy már be... Ó, rip. Spekulték. Hány órád van amúgy? Moki. Melyben? Rocket League-be? Mi Rocket League-ezni is szoktál? Szoktam, hát. Ha nézd meg, mennyi játék van. Azt nem néztem. Csébe amúgy, csébe. 1010 óra van. Az, az igen. Oha. Csak ezen az akkumpon. Mi hány akkumpon van? Sida. Volt kettő, az egy... Hopsz, az gól. Az le lett vacolva. Hívi, te mi a fasz csinálsz? Te ott állsz a labda mellett, és nem tudtam mit csinálni. Csinálni. El tudta... Mit te? Azzal? Pattom végig, mi? Nem tudtam ráporogni. Really? Én egy volt. Te neked legyen. Ó, baszki. Hát azért, azért tök jó megváltanak azzal, hogy hangtorzítót használok. Köszönöm. Mi? Csináltok? Úristen! Lőjétek már be azt a gólt! Te... Jobbak. Gyenge, nem jobbak, gyenge nagyon baszki. Hidék. Jó, lecsolják. Semmivel nem jobbak, csak állni. Hát így jobbak, mert még ketten vagyunk, három előtt. Ketten, miről beszél? Atya úristen, mi volt az a gól? Hát, atya úristen. Hát kiégetnek a négy ezeket. Góljukból, bazd ki, három potya volt. Odaér mindenre. Most várjál, a Rocket League-be, annyi mondnak, hogy mennyi óra van nekem, ha megtalálom a raktáromba.
Na, abból kerek 8 óra van nekem, de 10-es szintű vagyok. Ne képzeld el, hogy a négy sem tudom. Gyönyörű. Erjen bele most már, elegem van. Nice. Nézed. GTA 5-öd is van, az jó. Jó, hát. Ma megmondtam, bazd meg háromszor a freeboardot. Nézed, Bannon tolom most. PS4-en is toltam. Hello. PS4. PS4, hát nekem most az van, de hát nem használom. Az azt ide. És behol lak? Ennyi. Veszprém megyek. Nem azon mondod. Belül, de. Én Almádiban. Balaton Almádi. Azá. Na. Én meg Balatonfűző. Na hát az nincsen olyan messze. Remélem. Mert jöttem, megnézem már fel. Én te... Hiette. Hol lak? Hát hihetetlen, geci. Bármi, hát a főgól. Pápától még 20 km. Hát akkor az nem Veszprém. Nem Veszprém, az a megye. Ja, azt vágom. Akkor az még odé. Pápától 20 km, de mi a település neve? Hát, is. Malomsok. Hol? Mi? Malomsok. Hol nem? Na, azért mondom. A faszom van már, hallod? Lőjétek már azokat a gólokat. Már én nem tudom, itt az agyom a 12-szer. Ne képzeld el, hogyan. Nem mindegy. Hát nem is akkor toltam el nagyon azt, hanem később. Nem én mit csináltam, a Stidának kell mondani. Én csak ki akartam javítani azt, hogy Stida nem lőtte be. Most abban van 102 óra a GTA-ban. Ja, az meg is ezt is kivéttem volna a kurva életben. És most azon gondolkozom... Két Stida, bazdmeg, azt én nem lőtte be amúgy. Egyikötök sincs két. Már elfejtem, bazdmeg, hogy izé, beszélünk, meg... get shift-en van, bazdmeg. Tökre meg zavart az, bazdmeg. Figyelj, most nekem a 400 km az nem olyan sok. Mert már 300-at mentem. Hogy lenne 400, hogy ezt most nem értem. Nem úgy, hanem hogy majd nyáron megint megyek. Mondta ez a G&G, hogy egyikötök sincs kis 200 km-en belül. Hát az megoldható. Ó, basz. De ma többet mentem, mint 200. De jó, nem bántam meg, szerintem. Lőjétek már be. Easy lose, de így is kaptuk 725 XP-t, nem? De nem az XP a lényeg a rankedem. Ez nem, ez nem ranked, jó. Ahogy lenne már ranked. Ki tudja, mire joinolnak ezek? A fasz se tudja. Csíkú MM kisakkal 12. Látod, majdnem eltaláltam. Még aztán csak 8 órát játszottam. Vóvasz így megállt a levegőbe. Gyors, addig én megnézem, hogy mi a neve? Taglife, te milyen messze laksz akkor? Te hol laksz, Balaton, Almádi, nem? Te milyen 60 kilométerre tőled. Annyi van, ja. Hát annyi biztos, hogy van. De hát vaja, 70 kilométer egy óra, az körülbelül ilyen 50 valamennyi perc, vagy 40 valamennyi. Izére, amikor Péknek tanultam, izére járt állandóan Magyar Polányba. Dú, baszki. Ez nekem is volt, vagy 50, hogy nem tudom mennyi, de elég sok. Mert ugye Ajkától még tovább kellett mennem. Ja, mert ott Ajkán átszálltál, vagy mi? És aki ilyen Bakonygyepes felé mentem. Korotja. Bakonygyepes, Magyar Polány. Térkép. Jó lesz ez a útvonal tervezés. Hídítő, aztán várhatom, hogy fölmenjen érte. Na, értem. Akkor induló cím, sajna. Ok. Buda őrs, faszom. Biztos, hogy én Buda őrs lakok. Na. Szarul értem bele.
Tag Life Telox Balaton küzdő vagy. Én Almádiban Csabi lakik Twitch-en. Ah, értem akkor. Tök mindegy, mert itt van egymás mellett. Meg igen, 6 kilométer. Ez fölösleges megnézned is. Hát megnézem azért minden esetre. Leírod Veszprémet, az is elég amúgy. Hát Veszprém az 1,5 óra. Na hát akkor 1,5 óra, akkor 1 óra 30 perc. Ha 8-as vele vagy mi fele megyek. Körülbelül. Hidi bazd meg, tegyem a végig. Mik volt Hidi? Halljátok, nekem olyan gyorsan megy minden, mert beloggolt a live, és minden full gyorsan megy, mint hogyha... Hogy hívják, érted? Ilyen öngolt tudok, ne? Nem, meg se veszem azt a játék. Mert... Minek? Kajak, nem veszed meg. Hú, most... De már megvolt, csak eladtam. De jó. Mondjuk én mondjuk nem is eladtam. Nekem az volt, hogy tudjátok, a legtöbben 60 euróért veszik meg, 60 euróért a GTA-t, az ötöt. 18.000 forint, de én annyira nem vettem meg. Na, hajnali 2 van, de jó. Sima szép. Éjjeli bagolizon. Éjjegek, ami egy di. Na, erre is rakunk egy lájkot, meg egy diszlájkot. Jó, nem tudok mindkettőt. Hú, bazzak, hát akkor csak lájkot kell ide. 5 néző jelenleg ki az az 5 néző. Ez elég sok éjjeli bagoly van. Jó, na, abból egy az én telóhoz tud nézni, mert én más fiókról nézem, mert Faterón fiókáról nézem. Ott van. Ja. Faterón fiókáról. Én nem használod a balkam. Azt kérdik tőled, hogy miért nem használod a... Na, miért a balkon? A kemet azért, mert az gyengeit meghaló. Hogy Meg face kemet is használhatod. Nem, amúgy azért nem használ a balkemet, mert... Ezt már pár embernek elmondtam, csak te lehet nem voltál köztük, hogy én amikor elkezdtem a játékot, voltam olyan gyökér, hogy balkem nélkül játszottam. És hozzászoktál. Megszoktam, igen, annyira megszoktam, hogy ha balkemet benyomom, már próbáltam átszokni rá, de egyszerűen... Én vegyesen szoktam játszani. Nem tudok vele úgy. Én egyszer azzal játszok, ez miatt ne kövezzetek meg, tudom, hogy így nem annyira élvezetes, mint a kurva anyját, de nem igaz, lényegében nem azért szokunk 2-0 a balfaszok, hanem mert a csapatom balfasz. Magyarul mindenki balfasz. Vagyis. Nem, mert én nem a csapatban vagyok. Ugye az 0 pont. Tudod, én nem vagyok benne a csapatban, mert én nem játszom. Ugye ez miatt sajnálom, hogy rontom egy kicsit így a streamnek a élményét. Szerintem nem probléma. Most toptalak meg egy góltól, Csabi. Én közben ránézek egy pillanat gyerek, valamire. Meg, elbassza előre. Hogyha lesz így. Kezdjék fáradt lenni. De kávét meg nem akar kinni, mert meg még fáradtabb leszek. Istenem, az a gyerek, hogy bele tud érni állandóan. Be is adja. És veri. Hát, Hiditő. Jó, hát akkor majd szerint... jövő héten szerintetek ráértek, hogy... Volkem nélkül lehetetlen megtanulni repülni. Akkor srác, még nézzed szerintem egy 10 percig a streamet, aztán majd megtanulsz Volkem nélkül repülni. Ennyit tudok neked javasolni. Volkem nélkül egyszerűbb nekem is. Én egyszer használom egyszerre, és csak nem nincs olyan szituáció, hogy föl tudnék érte úgy igazán repülni, de majd fogsz olyan szituációt látni nem sokára, egy kicsit kisámos. Más enemy kéne. Az enemyvel nincs gond, mindjárt fölrepülök érte, csak lőjön luftot. Pá, most kicsit mellé nem, ha mindegy, epic fail. Ezt kivágom, ezt a pillanatot. Aztán loopolom és cső. Az olyan melegen van, ha faszom van, visszatom. Már ketten vagyunk. Létek valaki, hello. Jöttem. 4 néző, jelenleg is 4 like, jelenleg. 0 dislike. Azaz. Amúgy... Azaz. Szerintem nem rossz ez így, mert most figyeljük, most be van, ki van kapcsolva az a program, mert úgyhogy csak leállítottam a letöltést, mert kellett. És így van, hogy 720p60.
Ha most bekapcsolnám, akkor azonnal, hogy hívják, elfötözne a YouTube, és 240p-re átrakná automatikusan. Mert annyira beszarna a netem. Szavasz, Bubuka. Ciao, ciao. Cső, Bubu. Jaj. Viszket a lábam, a dög. Mindjárt repkedek én, csak az a baj, hogy ez a meccs már halálra van intélve, és nincs nagyon olyan momentum, amiért értemes lenne fölrepülni. Most ilyenekkel nem repülök föl, hogy becenterezi, aztán beveri. Fölösleges fölrepülni. Hát nem. Mondjuk, ha... Ezt a meccset nem, már kiadtam a kezemből, mert az bazd meg, hogy... Ha nem játszan a tesóm, tudod, hanem akkor már mióta MTO minden le lenne töltve. De ennek a meccsnek vége, azt majd a kövin. Mondjuk elkezdjem a letöltés szerintetek, vagy nem? Rocket League-nek igen. De egy óra körülbelül, szóval nem az. Meg napközben ki lesz fenn amúgy. Ó, bazd meg. És bazd meg a gól, bebem van nekem. Bebem van. Ilyen csicska. Mert melyik ütük lesz fenn napközben, úgy délután? Nem sokára nekem is lesz ilyen foszforeszkálos autón hívni. De én most dolgozok hétfőig. Stíza, te is! Jajjaj. Ez a streamet? Akár. Benne vagyok, figyelj. De az önték látod, hogy ez őt nehéz elérni. Cségú vagy valami. Holnap délelőtt leszek a fogad már el. Idén. Hát holnap délelőtt nem, mert már holnap van. Idén. Ma a délelőtt. Ready? Rég rányomtam, miért nem fogadja el? Jaj, hát... Kifagytam, én nem tudom. Most már a folyamat ezt kínálom. Nem kellene tálcázni. Nem tálcáztam, le itt nyomom. Le se volt tálcázva. No, ezt nekem Csígónak csinált, hogy beléptem, Csígó beletálcázta. Csak úgy magától is. Kilépek. Mindenki lép kiért. Ja. Azt és no, rámenni, a gyerek azt írta, hogy Csígó MTR Rocket. Hú, hát pont az a három játék, ami úgy mi is szoktunk játszani. Igen, most nálam ezek mozognak a csatornán, mondjuk az MT az még egy új dolog, és még barátkozom vele, mint láthattátok a két streamemből. De igen, próbálkoztam egy kis Rainbow-val is, hát azt is hagyjuk, tehát azon is szerintem kiégtetek volna. Jobb is, nem annyira, fiú, annyira nem égtem ki, mint amikor te égtél volna ki, mint az én videómon. Régebben egy videó, teljesen minden jó volt, 720p, nem lag volt, minden jó volt, és akkor nem bazd meg. A videó felénél megszakad, és fekete az egész, és olyan hangot ad ki, mint amikor, hogy hívják a beton, hát nem azért, a beton, csak valami fasság megy. Vakaróztam. Gyerek is akkor. Amelybe. Nem ért, most így nem értem bubuka. De mélybe azt akartam. Igazság szerint én még mit szoktam még itt veretni? Nagyon ritkán vovozok. Azt néha szoktam a Leech King kiegészítőt. Én... Szóval nyomni kell majd egy jó XCC-t. Én régen vovoztam, de meguntam. De én nagyon régen. Hol? Nem megoldottam. Ha még egyszer leszünk olyan sokan, raidelek még. Oké. Nem lenne egy rossz. Tehát ki? Mert amikor minden a haverommal, mi neve? A Zsoltival csináltuk valami videót. Pá, kicsit Cségú, megsorsolás. Akkor jött neki aztán 20 vagy nem, 10 valamennyi feliratkozó. Sorsolásnál többen vannak. De nem is mentek utána olyan sok, az még. Ilyen 2 ember ment el kb. És többi az mind maradt. És utána néztem, hogy mások mennyien iratkoztak le, körülbelül ugyanannyi, amennyien elmentek utána. 2 ember. Többi az maradt. Te idébe az meg. Miért nem mentem rá? Várom a hűzést. Ja, ez volt az utolsó, hogy eljöttem. Nézd meg, tálunk. Elveszi a kedvemet, az meg. Lefele nincs. Ilyen gólokat kap. Ez nem tudom mi a szar volt, lefele, mert olyan volt, mintha már elején elnyomtam volna a két ugrát. Amúgy meg, kontroller vagy joystickkal tolod, kérdezi Derek. Kontroller vagy joystick?
Vagy egyik billentyű. Se. Ja, azért mondom, mert billentyűzett el tovább. Én kontrollerrel szoktam. Nekem is van Xbox One Controller, kettő is, de... Jó, de hát ez ilyen teszkus valami. Micsoda? A tiéd? Ja, meg ha... Meg az van ugyebár, azt hiszem a Windows 10-nél a Bluetooth. Ez mi? Be lehet állítani, nem? Ez mi? Hát, geci. Ilyenektől megy el a kedvem, basz. Hidd beleér, az a baj. Játszani. Ez mi már megint? Olyat meg. Windows 10-nél olyat tudnék csinálni, hogy... Ami a hidd ér vele, az csak... Az csak rossz. Csabi. Csabi. Vintiznél mi a neve? Na, akartam, azt láttam sok videóban, hogy PS4 kontrollert Windows 10-hez csináltak, és vagy mi nem csináltak. Hidi, bazd meg! Működött a PS4 kontroller. Nem tudok Windows koncentrálni, 10-nél. Mert folyamatos izé van. Az is gól, mindjárt. Duma, vagy mi? Kurva anyádért lök ki ez a geci. Játék közben utálom, ha megy a Rizsa Duma. Beadtam. És kimaradt? És megint kifagyok, Geci, ott a kicsit. Nincs nitrón. Felső lécet rúgok, Geci. Hallod? Ez miért van amúgy? Ez a nettel van valami. Most azt írja nekem, hogy ki vagyok fagyva, de hallak titeket. Akkor lehet kifagyni, vagy nem tudom. Nálam valami volt az, hogy kifagytam, de mégsem. Az szép. Nem szép, mert nem jön senki. Mi a? Ahogyan jönnék, hogy sem tudtok a játék. Beleértettük. Ebből lesz a gól. Bubuka holnap dolgozik. Kéziféket szoktad használni? Kérdezi a Derek. Hát, nagyon ritkán. A Bubuka meg... jön, megy dolgozni, csak nem jön állam a szemére. Akkor üdv a klubban, éjjel imbagolj. Nem tudom, most így ha azt nézzük, ő is éjjeli bogoly, nem vagy? Nem? Jó, és bedobott a hidi helyett egy botot. Hallod, én még mindig itt vagyok. Úristen. Nekem úr... itt forogat. Ezt meg is beszéltük. Tudom... Visszajártam előzőjét. Akkor képresi. Azt folyamat ezt csinálja mostanában. Easy. Zúg a gépem, mint egy traktor, bazd. Ennyi meleg. És nekem így hallottok valamit a gépemből? Mert szó szerint mellettem van a gép. Így 20 centire van tőlem a gép. Komolyan, és semmit nem hallok én se belőle. Csak a ventilátort hallom, ami egyesen megy. Felrök nem hármasra, azt már lehet hallani. Lassan 16 éves vagyok, és már én dolgozok meg az alaplapomért, meg a procéért. Akkora szopás. Hát ezt meghiszem. El tudom hinni, Bubuka, hogy ez milyen szar érzés. Basz, most már megint. Ne beszéljünk, hogy mi a rák? Ugye? Mondhatod felőlem. Engem zavar. Eléggé. Jó. Eléggé. Csak egy picikét. Kapja, hogy már dobott be botot? Jó, de nekem... Én mondjuk most... Nem mondom neked, amióta te lementi, azóta duplán megfordítottuk a meccset. A puveld meg nekem, hát jó, a város. Automata váltus. Miss dicsérendő, 16 éves létedre neked kell megkeresni cuccokat, és tök mindegy, hogy milyen okok miatt, de ez egy jó dolog, hogy... Na most, hát jó, kicsit bunkó hangzik, de hogy most megtanulod ezt, hogy... Hát ő most mondjuk is már elkezdtek... Én is ugyanígy voltam, hát nehogy azt mondta, hogy nálunk kolbászból volt a kerítés. Milyen nem is volt, van, pappa. Apám az egyszer látom, hogy kétszer héten. Körülbelül. Mert eddig úgy volt, hogy körülbelül egy hónapban alig lát... Na, mi a neve? 4 hetente jött haza. Mondtam, de jó dolog. Csinálsz a random gyerek. 2-3 napokra. Tökolja falra, és ennyi. Az meg bajnyi. Ija, kibédett. Ott. Most se tudja. Tida, várhattad volna a dalra. A Derek írta, hogy sokaknak azért nem így van. Én is keményen dolgoztam, ért 17 éves. 560 ezer ért vettem az enyémet, ennek már 5 éve. Nem tudom, én 245 öltem az én gépembe, de...
azért nem, mert a videókártya csere volt, távcsere, mert beszart mind a kettő. Ramot is azok nekem is beszartak. Én ramot rakok bele nyáron, és hát jó, ez zseppénz, oké, de jövőre szerintem már nem fogok kapni zseppénzt, mert megyek diákmunkába, most szerintem egy-két hónapot ledolgozok. Attól függ, mit mond majd a főnök, mi a rák, ha meg tudom vele beszélni. Azt ennyi. Két gól, 3 assist, 2 szép, 3 shot. Ja, hát ja, meg most ugye... Jövőre elkezdett a diákmunkába. Nemrég vettem egy Xbox One, ugye. Most már egy én nekem már így... Családott a gyerek. Ja, hát tudom, hát azt meg is értem. Azt megértem. Még kés csodaj tudtam menni egy Xbox One. Hogy én színházba megyek pakolni, 15 óra dolgoztam 2 hónapig, aztán megvettem. Most így nem értem, Buka, hogy mit mondasz ezzel, hogy... Hát azt... Fogadod, Hidi? Fogadom, persze. Hát... Most vagy hátat írt, vagy nem tudom, hány én színházba megyek pakolni. Mi az Isten van a Hidivel, megyünk így? Jövök, itt vagyok, haló. Hidi, itt vagy? Hallatok? Hidi. Hidi! Nem tudom, ez a gyerek. De nem, ez kifagyott, vagy nem szóljál tudom. Szóljál már, Hidi! Jó, szopassatok még, bazdmeg! Hidi! Ja. Játék van ki, baszki, teljesen ugyanúgy tudok pofázni. A kibaszott csé meg a Rocket Leech vagy ki folyamat. Olyan, hogy nem dob le. De nem ilyen teljesen megszakadt, hanem... Csak nem, én csak nem majdnem. Tudok semmit se csinálni. De figyelj, amúgy Bubuka egy közös cségót veredhetnénk, amúgy fasza lenne. Kérdezi a Derek, hogy jöhet-e egy azt nem tudom, hogy akarod összehozni, hogy elmenjünk együtt játszani, és te is streameled meg én is. Ki a Bubuka bazzai? Mi a neve? Ki az a Bubuka? Jó. Kérlek szépen, ő is egy streamer. És múltkor... Raidelt, ami lényegében azt jelenti, hogy az ő nézői bejönnek, és beírják a Google Raid, és köztük fel is iratkoznak. És most ő felajánlotta azt, vagyis hát, hogy hozzunk össze egy ilyen közös streamelést, közös játékot is, és én vagyok már, miért nem. De én nem tartózkodom senkit az igazság szerint. Hát, Gezze. Ez a Sida bazdot. Hát te vagy a fasz, bazd meg, ott vagyok, ő is a bazd, és ott lehet, hogy sokan elítélnek, de hogyha Molnár Kiki azt mondaná, hogy streameljek vele, közösen játszik egy cségót, simán játszanék vele, mert amúgy már mentem bele, csak akkor ő streamelnék. Hát jó, megértem, de most figyelj, tehát én nem tartózkodom senkivel, tehát figyelj, most lehet azt mondani, hogy izé, hogy én like vadász vagyok, meg feliratkozó vadász vagyok, de tényleg én nem tartózkodok senkitől, mert senkit nem tévedek. Figyelj, nekem meg az volt, hogy mentük ilyen valami fasságra, és az volt megállapítva, hogy én jobban igazodok a... Nem ítélsz el senkit, mindenki ugyanolyan csicsi. Ennyit jelent, hogyha nincs az hide a közelembe, bazd meg. Nem az. Hanem az, hogy én jobban igazodok az idősebb korosztályhoz. Oké, akkor erre még visszatérünk. Örülök, hogy itt voltál, köszi, hogy benéztél. Akkor majd beszélünk. Jó éjszakát, Bubuka. Jó éjszakát. Milyen rangban van a Bubuka? Nem tudom, ezt van, nem írta le. Uha. Majd megkérdezzük, úgy is fel lesz. Ki az a blind? Mi a neve? Link. Link volt az. Le is szopatok titeket. De most figyú. Hát látja. Jövőre meg lesz. Megyek diákmunkába. Na nyári szerint a Switch el fog menni. Azt ennyi. Most csak sas. Na csá. Azt írta, hogy sas. Na hát nekem is a main napkom sas. Vagyis már unranked me elvette. Mert nem játszottam hát... már vele jó ideje. Jó, hát gondolom. Akkor kis akkal játszok, de ezt már mondtam a többi streamben is, ugye aki kérdik. Viszlát, Buka! Hogy a main napkommal már nem játszok, mert én már leszarom ezt a játékot, és ugye csak a nézőkkel játszok, nem nézt. Azért van a kis ak, mert a nézők, hogy nézze Kala meg van a szívbe. Tehát Kala fölött hát... nagyon nincsen. Hát, hidibazdod. De most akármit tudom, nem érem utol. Ja, most de, azt nézzük. Nekem nem silver volt, csak nekem én elbuktam az előző akkuntomat. Azt le is vacoltam, azt mondom, jóba volt. Nem volt itt, hogy hagyjam. Na mindegy. És jelenleg úgy vagyok fel, hogy majd egyszer. Ida.
az még egyszer le fog pattanni, de nem mer beleír a Plinkó, geci. Ki ez a Plinkó? Ki a faszom ez a Plinkó? Jó, hallod? És tebe? Hol? Akkor vajja? Stida, te meddig dolgozol? Stida, inkább menjünk MM-et esküszön, mert ott nem kapunk ilyeneket. Hát nem tudunk Hidi miatt, bazd meg. Ja, mert csicska, akkor nem is jön. Faszom. De tudok jönni MM-re, mert belépek akkor az aktant a már. Hihetek. Gondolom, nem változtatta meg a kódot, legalábbis megkértem. Hogy tudjak néha jönni. De fi... ő vajja, most... Emelőtt meg ma... Mi legyen? Hát... Még van olyan, aki rajtunk kívül jönne. Érted, de nem ibe. Mert szerintem már csak ilyen cheaterek vannak fel, meg ilyen noob pillancek. Szerintem. Mondjuk az se lenne rossz, mert legalább érted feldobna, hogy valami. Volt meg. Szarrá löknek. És még a nitrómat is felveszik a saját kapum előtt. Bazzag, én meg már nem tudok ülni sehogy se, mert ilyen szövetes a talja, meg ilyen műbőr. Bazzag, mert hát ma odaizzadok, geci. Odaragad a gatyám a nevéhez, székhez. Meg úgy nem olyan jó, geci. Állasztív. Belerugasztott le. Jöhetsz egy körre, persze. Roman, ja, olvastam. Sorry, hogy csak most néztem, de jöhetsz, persze. Hogy olyan van, akkor felolvasom, hogy mit írnak. Csabi, akkor mondjad, hogy olvas. Ez nőmnek a dolga lenne, csak. Hát ilyenkor már nem, de egy kör roketre jöhetek veletek, vagy MM-re jövök veletek is, akkor main akkommal nem, mert az globál. Hát, hogyha jössz, akkor 4v4 ezünk. Na az az. Vagy MM. Hát igazság szerint már csak rocket lesz, mert nem sokára kioppolom a streamet. Lévenjünk le gyorsan, mert utána én is megyek, mert mindjárt kellek, 5-kor kellek be az. Van, akkor lévenjünk, mert amúgy én is mindjárt befejezem a streamet, lehet, hogy pont az egy kör lesz, az cső. Hát jó van, azért minden eset, várjál, Csabi, bejöllhetlek én facin, vagy ne? Kérdezem, mert hogy akkor nem érted. Nem bejöllhetsz, persze, miért eljövő, mindig bejöllhet. Ha nem vagy, milyen az, ilyes vagy, mi a nevén, akkor legalább itt tudjam, a mi neve facin tudjam, hogy fenn vagy-e. Igen, addig elmentem a TS-t. Egyébként akkor van egy notepadom, és direkt abban ilyen elmentek, hogy új, meg mix, meg anyám kínja. Ez ugye elmentek. Az akkor nem is vagy fönn nekem szerintem, úgyhogy akkor beküldöm TS. Új TS 14, jó, tökéletes. Csabi 24, oh my god. Beszedi tőlem a vámot, hát hogy jó úristen. Hívd meg a váróba. Okay. Jó, elküldtem a felkérést. Zendrop te. Oké. Átadom a leadet, jó? Sze. Meghívtam. Ahhoz lead, hogy meghívjon. A hídit kikúrjuk addig. A fasz megyünk 4v4-et. Hát ha bedob. Kurva jó az az autó, verjen bele. Én nem is vettem ilyen custom autókat, na, geci. Nézd, de jó autója van. 5v5-öt már mehetnénk, hogyha meg lenne a játék. Na, le lenne telepítve. 5v5 nincs. Hát csak úgy, hogyha privát szerverre mész, mert amúgy alapból nincsen olyan. Hova, amikor én még voltam fent kb. egy év, nem tudom mikor. Akkor sem volt 5v5. Egyszer mentem. Sima kazuába mentél, ott nem volt 5v5. Csak úgy, hogyha a kreáltál privát szervert, csak akkor ott. Ja, nem tudom, akkor geci. Csak most se tudja. Beleírom, mondj... Medim. Ja, beverem én. Fel, mert beverődik. Nem verő. Úristen, de balfasz, ez Hidi volt. Hidi az enemibe. Ezt, hát nézd meg. Lát. Te is ilyet szokat. Tudtad meg. Én még rá se ugrok. Csak nézem. És lehet, hogy én vagyok csak ilyen geci, de
Komolyan mondom, éhes vagyok, bazd meg. Bat, ki volt ez, aki elment előttem keresztül? Én. Hallod? Ram. Már bele akartam lőni, csak mondom. Csak mégsem sikerül. Na, topás. Azt elviszem. Azt elviszem. És nem. Beblokkol a gyerek és gól. Picit laggol a live. Hát, a, neked laggol. Tudom, akkor kiesik azért. Bazd meg! Jenni, gyönyörű. Biztos, hogy neked laggol amúgy 100%. Ám ilyen probléma ritkán szokott lenni, ha van is, akkor arról tudni szoktam. Fáradt vagyok. Mindegy. Ja. Komolyan mondom, én már untam a fegyemet. Nem tudom, ki nem megy ilyen vihar generált, mi nem tudom, mi ez. De... Ja, fasz. A csúsztatás, figyeled? Csúsztatás, persze. Á, egyet ki... leszopottak és a másikat nem tudom. Az szép volt, Hidi, add be az enemynek. Nem, ez lövésre leraktad. Kinek? Nek, aki jön. Az enemyből? 8-on hey, vannak fenn, aki úr is. Ez mi? Ne szórakozzál már, mi ez? Hogy tudta így? Ilyen tisztán oda el. Odán hát hogy, nem figyelt senki semmire. Neki boostér van. Én nem. Nézd a buzi. Lehet, hogy én már aguntam az életemet. Lenyomjátok azt az atya úristen, mekkora lak volt. Jobb is nálam. Hát tudom mi volt? Mindenki megy előre, mint hogyha 500 km per órával mennétek. Úristen, mondom, mi a gett? Motherboard. Most már kíváncsivá tettél, mindjárt ránézek a saját streamembe. Hát ne nézd rá, nem kell. Mondom, szerintem nálam laggol, de fasz se tudja gettni. Mert shell videót nem tudom. Kellett volna adnod így. Ó, kilökötte ez a mostékos vedet. Jó. Behagyják azok. Semmi se tölt, a Steam se, a Mega se. Ott le is állítottam direkt. Így majd amikor reggel belépek. Bejövök, akkor majd mondom, biztos, hogy jó lesz. Te már mész az után, Hidi, vagy mi van? Én rájövök, nem? Meg kifázhatnánk egy picit, vagy talán. Megbeszélgetni a lehet, vagy... Mert... Temetik se tart. Mert túl lusta vagy! Neked. Itt át van az egész dótod, de... Őristen, most az meddig tart? Meddig tart? Kiszedi az a féreg. Féreg park. Mit csinál? Most nagy dilemma van, most nem tudom, hogy menjek vagy nem menjek. Menj már faszomba. Ha szarrá lőtt. Nem az kikerülne, még rám lök húzott. Azt. Idi az nyilván úgy lövi el egyenesen a labdát, hogy laposan érted. Téged nem ide találok. Really, még mindig tudok, hogy ki bagyoskodik a Facebookon. És ez így általános, hogy éjjeli bagyok vagytok, vagy csak úgy. Az
Mondjuk nálam is szokott előfordulni, de nálam iskolai időben is volt ilyen. Szétasszisztolom a jövő hetet is. Szétasszisztolom. Csaba. Csabai kolbász. Az kurva jó, azt tettem tegnap előtt. Tegnap. Nagyon OP. OP a domám. Hogy hagyta ezt ki? Hú, üres volt kapu. Hát lehet, hogy beugrott egy... Tudom én, valami oda. De nem látta meg. Ivi van. Ivi? Ilyen Ivi. Semmi. Komolyan nem szartam, bazdmi, vagy csak... Nem, ma kezdek. Mondom, H-I-T-I. Jó van. Úristen, megint milyen gyors lett mindenki. Ó, még egyet. Még utána még fel lesztek TS-en? Ha fifáztok. Hm? Még fifáztok, nem? Egyet. Hát én szeretnék. Fázni. Hogyha Hidi nem akar. Hát toljuk, de akkor egymás ellen, nem akarok pókodni. A faszom se fog egymás ellen, mert unalmas már. Nörmös már. A faszom, én unom. Unom, bazd meg. Bugos szart. Én is már megyek aludni amúgy, azt hogyha itt nagyon végzek. Unom, bazd meg állandóan, hogy azt kell hallanom, hogy így bug, úgy bug, úgy bug. Azt, amikor 80%-ban nálad vannak a bugok, azt meg baszod észrevenni. Ki? A Hidi. Jó. Ja. A Hidire várunk. Really? Történik egy bug, amiben leüt a kapu még, és akkor utána én buggal hárítom, és akkor egyből nem azt hozzám föl, hogy izé, hogy átfolyt buggal, hanem hogy hárítottam buggal. Hát Hidi nem került be. Hát engem legdobott, kidobott. Akkor így jártál, úgyis ez jó csó. Bet már úgy sem. Hát szerintem is. Ottal vagyunk? Tudom. Hú, kicsi. Még egy kéne. Ez nem jó. De meg nem engem lök köztira. Reggel úgyis letöltöm. Ezt a valamit akkor... Várok. Meg kilök a buzi. A buzi. Azaz. Én már lehet lépek. Oké. Minden esetre, na Csibi, akkor én bejöltök, azt hiszem, facén. Majd visszajelölök persze, hogyha... Ha van időd. Nem játszok, ja. Na, minden esetre további jó játékot. Jó ét kívánok de mindenkinek. De van, jó ét. Köszi. Ciao is. Na viszlát. User disconnected from your channel. Csáó, ez ügyes amúgy. Jaj. Hát tudod, milyen nézőim vannak? Ennyi. Cili is amúgy ügyes rakett végbe. Maga módján. Kapott egy latot képet. Hát és akkor mi van? Te már hányit kaptál az? Egyel kezedet. Egy kezeden nem tud megszámolni. Kettőben. Hogy hagytad ki, geci? Hogy így? Beviszi. Nem. Ez mi ennyi. Volt? Ez mi volt, geci? Jó bassz. Úristen. Gyálat voltam. Kerry. A Hidi itt vagy amúgy? Aha.
Akartam neked mondani, hogy hülye voltam amúgy, mert a izét kéne megvennem. Amikor a Villian ilyen 40-50 meg 60k volt, nem a Villiant kellett volna megvennem, tudod mit? Az Inform Lucas, bazd meg. Mert a Lucas az geci OP, de ugye az Informját. Az 84-es az Informja, tehát egy ratinggel rosszabb, mint a sima Villian, de a statja is sokkal brutálisabb van. Inform, tehát az már magáért beszél. Hát jó. Legközelebb azt fogom csinálni a 18-ban, hogy azt fogom megvenni, de ha bejön a kínai liga, bazd meg, akkor olyan brazil keretet kapok össze, hogy szétszopatok mindenkit vágod. De akkor lesz Hulkom, lesz Ramireszem, bazd meg. Lesz, nem tudom még ki. Texierám, arra biztos emlékszel, 16-ban a pörőjön. De nem emlékszel rá? De, Texierám. Ja, az 16-ból a pörő. Hát hallod, ezek mind meg lesznek. Hát tudod, milyen baszó keretem lesz? Ha meg lesz, akkor ki lesz ott? Paulinho. Az is Kínában van. Azért mondom, azért lesz 3-4 olyan meghatározó játékos, aki FIFA 16-ban benne volt a keretem. Szép. Récskúj tolnak sorba. Amúgy középpályán ezért Ramirez nagyon OP volt. Emlékszem. 16-ban az a kurva jó volt a Ramirez. Egy 80 valányos pésze volt. Futott, mint a marha. Emlékszem, egyszer füstből rúgtál egy gólt, azt mindig mondtad, hogy ez Ramirez-es volt. Ja, amit az izé fújt a Balaton is annyinak a... Ja. Nem adta meg úgy, hogy félpályától indultam pont a vonaltól, és befújt a lesnek. Vágó. Ja. Ána már nem is ment úgy a játék, mert... Hát ilyen trauma, baszka. Hát ez fölbaszott, hogy végre bazd meg, megtörik a jég, és akkor utána meg elveszik az érvényes gólomat. Hát ez az. És nem tudsz mit csinálni, mert bazd hiába baszott, akkor is neki van igaza. Ha nincs igaza, akkor is főleg is. Bírók az a filmet. Hogy megdicsérte magamat másod. Istenem. Mi van? Milyen gól? Szétszopattam őket, milyen lett volna. Szokásos, eremes gól. Lokkoltam őket. Őtet. Kuma, egy állat voltam, geci. Vágott Hidi, oda mentem a régi soromra, tudod, ahol voltam. Ha? Ott volt egy gyerek, akivel mindig trollkoztunk, azt izé. Tőlünk zengett mind az öt sor. Oda mentem hozzá, mondom neki. Jó, hogy böltöm, tudod. Na mi van, öcsé? Anya, mi van, tudod, izé, összeölelkezünk, mi a helyzet, izé. De én meg ott jajjogok, tudod, bazd. De ott a plac közepén, tehát úgy jajogtam, hogy konkrétan a másik APU részleg is hallotta, tehát így végig jajogtam a fél gyárat, bazd. Mindenki nézett, hogy mi a fasz van. Ki az a hiány? Hát de mi így szoktuk tolni ott amúgy. Hogy jajogtál, mutasd? Éjj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 j
mondom, mi így szoktuk tolni. Meg ilyeneket szoktunk tolni, hogy így egyszer csak felkiáltunk, így sem, vagy úgy hívják a srácot, tudod, hogy Peti, és így felkiáltok, hogy ott van tőlem, mit tudom én, egy 20 méterre, és így felkiáltok, hogy szép volt Peti, teli torokból. Ilyeneket toltunk amúgy. Konkrétan a többi sort már kiidegeltük amúgy. Nem popáznak. Na jó, elbúcsúztam gyerekek, csőztök. Szevasztalak. Ja, azért ennyit bánok, hogy azért abból a 80 kollégából olyan 30-a jóba voltam.
Ezért sok embert elvesztettem, aki normális volt. Hát az tény, hogy a mostani helyem az határozottan jobb. User disconnected from your channel. Erre szokták azt mondani, hogy sikerére áldozatokat kell hozni. Én meg chase-ek még egyet. Szerintem csak pár win kéne a globálhoz. Remélem jó tímet kapok. Eddig olyan jó tímeket kaptam, azt utolsó előtti voltam, azt hoztuk a köröket. Na kérem. Már ennyi volt, srácok. Köszönöm mindenkinek a részvételt. Majd holnap, azaz ma nem 11-kor, éjfélkor folytatom a dolgot. Csévóval kezdek. És majd meglátjuk, mivel fejezem be. Mindenkinek jó étel, sziasztok!